Társ, Kondász Andrea. Hajózunk az Indiai óceánon, Afrika és India között. Azt a szigetet keresünk, amerről Mátfél azt mondta, Isten megteremtette a szigetet, aztán utána annak képére a mennyet. Irány Mauritius! Bebizonyítjuk, hogy Mark Twain nem tévedett. Mauritius a földi paradicsom, ahol hinduk, muszlimok és keresztények élnek egymással boldogságban, ahol még az angol-francia házasság is gyakori. Megmutatjuk a hinduk legszentebb tavát és a legszebb strandokat, miközben Mauritius történelmét idéző kalózhajón érkezünk a világhírű Szarvasok szigetére, amelyet egyetlen turista sem hagy ki. Na-na! A fehér homok, zöld víz, koktél és langusta látvány überelhetetlen. Vagy mégis, hiszen delfinek szocializálnak minket az óceánok társadalmába. Megvizsgáljuk, miből áll a korallzátony, aztán a holdraszállás feelingjébe merülünk, mert Mauritiuson ezt is lehet. De hogyan búvárkodj itt biztonságosan, és mit látsz a hatalmas akváriumban? Kik azok a dodók, és miért táncolunk szégát? Tényleg csak a leggazdagabbak juthatnak el ide? Kiderítjük. Tarts velünk, indul a kalandjárat! Minden történet elkezdődik valahol. In medias res. A miénk Budapesten indult. Sál, téli kabát, csizma, hova is induljunk? De miért éppen Mauritius? Természeti szépségekben bővelkedik, fantasztikus kultúrája van, az árszínvonala is elfogadható. Mit csinálunk ott? Delfinekkel úszkálni, repülő halakat nézegetni. Vannak korall szirtjei is, de vannak olyan részek is, ahol egyszerűen csak a hófehér homokot lehet élvezni. Nagyon sokféle nép él Mauritiuson. Teljes békében az idő eltolódás relatíve kicsi, hiszen plusz 3 órával kell számolnunk. Gyakorlatilag egész évben jó idő van. Landolsz, sapka, sár, csizma elfelejt, 35 fokos falatnyi férfi szem öröme fel, és irány a 60 km hosszú, 40 km széles sziget. A legizgalmasabb dolog azonban egy helyivel felfedezni a szigetet. Már meg is érkezett, hogy értünk, Jan. My name is Jan, and I'm Jannak hívnak. Üdv Mauritiuson, ezen a gyönyörű szigeten. Hello, Jan, hogy vagy? Nagyszerűen. És hova megyünk ma? Izgalmas helyekre. Na, szóval induljunk. Arra, 1000 kilométerre északra van Szesel. Nyugaton, 600 kilométerre Madagaszkár délre, 250 kilométerre pedig Reunion szigete. A francia, afrikai, vegyes családfáról ide puttyanó Jan nem beszél sok nyelvet, csak hatot. Kreol, francia, angol, német, olasz és... Üdvözlök! Mauritius rule. Oh, very good! Tiszteletbeli magyarnak fogadjuk. Az 1 millió 200 ezer lakosú Dodó ország felkutatását historikus búvárkodással kezdjük. Hogy miért Dodó ország Mauritius beceneved? A dodó, vagyis ez a csirkéhez hasonló madárfaj tagjai kapirgáltak itt állandó lakosként 1597 előtt. Akkor kötöttek itt ki ugyanis az első embertelepesek, a hollandok, hogy az ébenfa erdőkből hajókat építsenek. A fákat kivágták, a dodókat meg megették. Egy sem maradt belőlük. A kipusztult faj ma Mauritius szimbóluma. A tengeri kereskedelem szempontjából egykor stratégiailag nagyon fontos hely mindenkinek kellett. A hollandoknak, a franciáknak, az angoloknak. A francia gyarmatosítók cukornád ültetvényein madagaszkári rabszolgák dolgoztak. A britek Mauritiusára pedig Dél-Indiából emigráltak a hindu munkások. Innen a sokszínű nép. Afrikai, indiai, európai barátságmix. Az a sziget pedig, amit most látsz ott a parthoz közel, magántulajdonban van, közösben. Angolok és franciáké. Egyszerre. Ez az egyetlen hely a világon, ahol az angolok és a franciák együtt vannak egy szigeten. Nem? They live together, they get married together, they stay together. A beruházások többsége hagyományosan ma is angol és francia kézben van. Mauritius legfőbb vonzerejét azonban az édenkertet idéző tengerpart adja. Kalandéjelod! Jan igazi időutazást ígért a mai napra. Hova megyünk? Hello, how are you? Welcome to the... Üdv a kalózhajón! Köszi! Mi dolgom van ezzel? Tartsd a kezedben egész nap akár a kalózot. Mindjárt megtöltjük mauritiusi kávéval. Mauritiusi kávé? Krumkólával. Hatásos.
kalózhajók a sziget keleti oldaláról indulnak kora délelőtt a félnapos felfedező túrára. Autentikus jármű volt ez errefelé. Több száz évvel ezelőtt hatalmas hajók szállítottak erre fűszereket, mindenféle kincseket Indiából. Megálltak itt vízért, ételért, mint például a dodóért is. Kincs nyomában megjelentek a kalózok. Szeretnénk, ha átélnéted ezt a romantikus életérzést. Hát romantikus, az biztos. Főleg, hogy fegyver helyett búvárpipát szorítanak a szádhoz. Miközben a tengeri, igen, a tengeri vízeséshez tartunk, már készül az ebéd. Languszta. Kenek rá vajat egy kis fokhagymával, mielőtt besúzom. Élvezni fogjátok. Kérdés az, hogy itt a farok milyen vörös. Tehát ha sötét vörös, akkor kész van, hogyha világos vörös, akkor még nincs kész. Innen lehet tudni, hogy el. Míg a rák sülni kirándulunk, a bázis fregatról csónakba szállunk. Bejöttünk egy lagunába, amelynek a végén van a vízesés, és ami fantasztikus ezen a szigeten, ennek a szigetnek bizony van édes vize, így aztán nem szorul rá mások segítségére. Ők már látták, most mi jövünk. I am angry, very, very angry. A rák igazi hamisítatlan kalózétel, hiszen a tenger mindig biztosította az ellátmányt számukra. Jó, ők vajon? És a szége. A mauritiusi talpalávaló, amely alapjait Afrikából importálták a szigetre, annó a rabszolgák. Talpra, kedves nézőm, Csikila megtanítja az alapokat. Kezdhetjük? Mit csinálsz a lábaddal? Mutasd meg, kérlek! Aha, ez az alaplépés. Aztán a kezeddel kalimpálsz a fejed felett, ugye? És ez a harmadik forma? És mi van még? Tánc közben a hajópadlóval gyökerezik a lábad, eláll a lélegzeted, behajózol. A szarvasok szigetére. Alig ha akad olyan Mauritiusra érkező turista, aki kihagyja ezt a helyet. Mit is lehetne mondani a szarvasok szigetéről, ami szavakkal kifejezhető, hiszen látjátok ti is, hogy ez a paradicsom. Zöld víz, fehér homok, kókuszpálmák, akár egy icses képen, de ez itt a valóság. A szarvasok szigete látványpart, így néhány óra pont elég, de ez a néhány óra kihagyhatatlan élmény. Utána vissza Mauritiusra. Köszi, köszi! Grand Bassin, a hinduk egyik legszentebb tava a világon. A családok minden hétvégén együtt ellátogatnak ide. Shiva és a felesége itt a sziget felett repültek. Olyannyira megtetszett nekik Mauritius szépsége, hogy lenéztek. Igen ám, de Shiva fején egy korsó volt benne a szentelt vízzel, a Gangesből. A tó tehát a szent folyóból, a Gangesből fogant, mondja a legenda. A hely különleges atmoszférája vonza a turistákat is. A főpapa harmadik szemnél, vagyis a főcsakránál adja az áldást, hogy a test és a lélek ezen keresztül kapjon energiát. Az utazók is beállnak a sorba, talán a hinduk 9 életének reményében. Érjen boldogság, egészség téged és a családodat.
őrizzük a békét, a szeretetet mások iránt, mert hiszünk a reinkarnációban. Hiszen lehet, hogy a következő életemben te leszel a húgom, vagy a feleségem. Ha rosszat teszek veled most, visszakapom akkor. A tótól pár perc sétára jutsz fel a környék 702 méteres, legmagasabb pontjára, ahonnan a majomfejű, embertestű Isten vigyázza a spirituális nyugalmat. A sziget lakosságának körülbelül 60%-a hindu, azaz körülbelül 600 ezer ember lakásában díszeleg ilyen majomszobor. A Hanuman ugyanis védőisten. Így aztán az otthon nyugalmát is ő védi. Nézd, mit hoztam neked! Ha-ho! Mert hogy ám ez úgy működik, hogy amikor innen elmegy mindenki, akkor jönnek a majmok, bemennek a szoborhoz, és megeszik az adományokat. Most én szeretnék neki adni, de hát valószínűleg már jól lakott. Halló! Gyere! Everybody run! Everybody knows! Everybody owns a gun! Everybody rolls! Érkezzél is bármilyen hosszú időre Mauritiusra, akár minden nap másik beachen élvezheted a napfényt. A tengerpart ugyanis elképzelhetetlenül végtelen. Íme néhány közülük. Persze a turista kvíz kérdés, melyiket is válasszam a bőség zavarában. A helyiek válasza... Ha a nagy hullámokat kedveled, menj a keleti partra. Ha a nyugalmat szereted, akkor búvárkodj és úsz a nyugati vagy az északi parton. Mi mindegyiket megmutatjuk a hely feltüntetésével, hogy most is látod. Így a mai kalandjárat végére kiválaszthatod a neked tetszőt. Megyünk gyorsan, hogy mi találjuk meg őket. A Tamil Nadu-ban vagyunk, Mauritiuson csak itt vannak, de mindenki itt vannak. 15-en egy családban, és itt most körbe-körbe mennek körülöttünk, és lehet velük állítólag úszni, de nagyon-nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy a közelükbe kerülj, hiszen ők tartják a távolságot, tehát ez látható. A delfinek itt élnek társadalmi életet reggelente. Játszanak, nevelik a gyerekeiket. Az emberek jelenléte persze stresszeli őket, ezért tartjuk a távolságot. A legszemfülesebb turisták indulnak elsőként a Delfin Meetingre. A csoportdinamika a turisták között is működik. Mi ugyanis udvariasan lemaradunk a snorkingról, ugyanis a delfin család aztán továbbáll. Megunták a szocializációt az emberekkel. Másnap reggel újra jönnek, új turistákkal cseverésznek. Ez itt a kalandjárat. A strandok Mauritius szerte ingyenesek. Most a keleti parti Blue Bay öblében indulunk snorkingolni. A tudorok szerint könnyű búvárkodásra ez a legalkalmasabb hely. A köstrand főként hétvégente viszont nagyon zsúfolt. Ha itt szállásolod el magad, élvezd inkább a hoteles strandját. Ez a korál egy év alatt egy centit nő, ami nagyon-nagyon gyors növekedésnek számít, és van a másik fajta, amelyik viszont 5 év alatt nő 1 cm-t. Mint egy akvárium, teljesen tiszta, 2 méter mély. Nagyon egyszerű a snorking felszerelés, egy darab pipa, egy darab szemüveg, és egy darab békatalp. Helyesebben két darab, egy pár békatalp. Már Flickenflack a nyugati parton. Ezek korall darabkák, ilyenekből épül fel a mauritiusi laguna. Tulajdonképpen mészkő és azok a kis állatok lépítik, amelyek benne laknak. Ez az egyik nagyon nagy különlegesége Mauritiusnak, hogy a papucsokat!
Mauritius egyik legnagyobb különlegessége, hogy a sziget körül körbe korallzátonyban van. A korallzátony megtöri a vizet és több méteres, gyönyörű hullámokat gerjeszt, amelyek fehér fodorként ölelik körbe a szigetet. Csodálatos panoráma. Mauritius a luxus szállodák paradicsoma is, de bármilyen kategóriában találhatsz az ízlésednek megfelelő szálláshelyet. És persze a pénztárcádnak megfelelőt. A Magyarországról utazási irodán keresztül megrendelt hotelárak jóval a listaár alatt maradnak. Az alacsonyabb kategóriájú szállodákban akár 10 000 forintért is bérelhet szobát egy éjszakára családos túl, a főszezonnak számító február-márciusban is. Tudod már a lábnógatást? Hát térj be egy teára a teaültetvényekre. Na ne 5 óraira, akkor már zárnak. Ha reggel mész, gyűjtögethetsz is leveleket. Tehát ezeket kell leszedni, ezeket a világosokat. Igen. Green leaf, green leaf. Green leaf. Nagyon bölcsész módra szedem. A tea a víz után a világ legolcsóbb és legkedveltebb itala. Alig, ha nem te is gyakran műtőd magad vele. Megnézheted most, hogy mit is iszol. 15 naponta szűreteljük ugyanazt a tea bokrot. 30-40 tonna tea levelet szednek le egy nap. Látod? A levél itt még nedves. Ki kell szárítani. Mennyi ideig? 24 óráig. Meleg levegővel szárítják, aztán darabolják, aztán megint szárítják, végül őrlik. Minél finomabbra, annál erősebb a végeredmény. Forró tea! Érlelik utána 3 hónapig, aztán... És ez már hamisítatlan mauritiusi tea, amely néhány hét múlva Londonban az angol kisasszonyok 5 órai teájánál is a kóstoló és az információ. A 3 nagy teagyár mindegyike angol tulajdon, így nem csoda, hogy a teához te is jár. Ez kávécserje, arab. Így nagyon erős kávé lesz belőle. A turistának a trópusi magánültetvényekre belépni szabad. Ez például Samarel. Ananász, pálma, kávécserje, cukornád. Egy magyar almán van még. De most állítólag. Jan ananászfákat ígér nekünk. Már akkor tudod, hogy valami nem stimmel, amikor lefelé és nem felfelé néz. A kalandjárat operatőre Borszéki Feri gyanút fog. Tudom, hogy csak viccelsz. Dehogy, tényleg ez az ananászfa. Nem ott kellene nőni effen? Nem, az a pálmafa. Jan, az ananászfa az a nagy, nem ez a kicsi. Ez nem fa, ez fű. Ez nem fű. Jaj, Istenem! Azért nem hiszem, mert azt mondtad, hogy ananász fát mutat. Szerinted ez fa? Igen, ez fa. Ez nem fa, ez nem fa, this is a grass. These are grasses. Ez a fű. Az ananász mindig a földről nő, nem pedig a magasból, a pálmafáról. Akkor miért hívják fának? Ananász bokor, ananász fa, ahogy akarjátok, úgy hívjátok. Samarel azonban igazi pálmafák birodalma is, meg a hétszínű földé. A szigetünk vulkanikus eredetű. A hamu erózióból született ez a hely. A hétszínű földnél vagyunk, de hogy miért is különleges kuriózum ez a gyönyörű hely? Hát, hogyha jól megnézitek, akkor a szivárványnak az összes színét megtaláljátok egy helyen. Persze az út mellett is találkozol pálmafákkal. Port Louis a főváros felé tartva már megint nem hiszel a szemednek. Olyan valószerűtlenül óriási pálmákat látsz. Valószerűtlenül, mert nem az, aminek látszik. Az adóvevőket álcázzák így, hogy a fémberedezések ne csúszítsák a trópusi paradicsomi tájat. Ez már Port Louis, a főváros. Na, hogy a franciák Lajosáról kapta a nevét. The main reason is that
És hogy miért éppen Port lett a főváros? Mert a szigeten ez az egyetlen öböl, ahol nincs korallzáton, így a hajóközlekedés itt működött a legkönnyebben. Port Louis lüktető nagyváros. Jól megférít egymással az angol királynő és a francia kormányzó szobra. Békés egymás mellettiségben élnek a muszlimok, a hinduk és a keresztények. De még kínai negyed is kiépült, akár a világ nagy metropoliszaiban. A lányok a legújabb francia divat szerint öltözködnek. A zöldségpiacon kóborolni pedig igazi ökotúra. Számunkra ismeretlen gyümölcsökkel, zöldségekkel, gyógynövényekkel. Na itt az ananász gyümölcs, ami szerintetek fűről nő. Szerelem első látásra. A francia rivérát idéző Grand Bay Mauritius leghíresebb szórakozó negyedével, sportközpontjaival, a fővárostól egy ugrásnyira északra, ahol még szkafanderbe is bújhat. A biztonsági zónát az Unika biztosító támogatta. Megyünk a Holdra! És hogy miért is éppen a Holdra? 10 perc motorcsónakázás befelé, aztán megérkezel a kilövő, helyesebben a lemerítő bázisra, az óceán közepén. Búvárharang a fejedre, akár a szkafander sisak, és 20 percig az Indiai óceán Némójának érezheted magad. Láthatsz delfineket időnként, aztán sok százféle halat, korallokat, teknőst, akár már 3 méter mélységben is. Ha a víz alatt minden rendben, mutasd ezt. Ha fel akarsz jönni, akkor mutasd ezt, és a búvár felhoz. A kétéltű lét, tehát a búvárkaland vagy a víz alatti séta egy másik dimenzióba vezet, ahol a szabályok is különböznek a szárazföldön megszokottól. Ha betartod őket, kivételes élményhez jutsz, ha nem, akkor megsérülhetsz. Nagy szélben maradj a parton inkább, mert a szigetet körülölelő korallzátony környékén gyakoriak az örvények. Ha pedig nincs gyakorlatod abban, hogyan gyere ki belőle, akkor gond lehet. Lehetséges problémák kezdőknél. Nem tudok levegőt venni. Nem vagyok én gyöngyhalász. Hogy az ember egész életében azt tanulja meg, hogy a víz alatt nem tud levegőt venni. Igenis lehet levegőt venni, ennek megfelelő szabályai vannak. Becsusszansz a vízbe, automatikusan visszatartod a lélegzeted, mert a tudatalattid azt hajtogatja. Ha kinyitod a szád, belefolyik az óceán. De hogy folyik? A búvárharangból vagy a búvárpipából lassan, egyenletesen lélegez. Túl gyorsan méremerülést jelent általában kockázatotnak sokan, túlbecsülik a saját képességeiket, bátorságukat, és emiatt nagyon hamar elkapja őket az a víz alatti pánik, ami aztán meg is szakítja ezt a merülést, és talán örök életre elveszi a kedvét a merüléstől. Tartsd be az oktató tanácsait! Ne merülj azonnal 10 méter mélyre! Fokozatosan növeld a rád nehezedő nyomást. Ez a felfelé útra is vonatkozik. A túl gyors felemelkedés is problémát okozhat. Például nitrogén felhalmozódást a vérben. Olyan állapotba kerül, hogy ezt a nyomás kiegyenlítést végre kell hajtani. A gyógyítási költségek kerülnek sokba, hiszen gondoljunk csak arra, hogy ha valakit keszonkamrába kell vinni, annak horribilis költségei vannak. Ha úgy érzed, valami nincs rendben, semmiképpen ne ülj repülőre. Menj el speciális orvoshoz, ahol rendbe hoznak. Ma már vannak Magyarországon is olyan biztosítások, amelyek a külföldi keszonkamrás kezelésekre nyújtanak fedezetet. Még egy aranyszabály. A merülés és a hazarepülés között teljen el legalább 24 óra. A nagy nyomás különbség miatt. Ha minden szabályt betartasz, úgy érzed majd, az élmény olyan, mintha a Holdra szálltál volna. Itt a Földön. Ez esetben az okozhat legfeljebb pánikot, hogy hogyan vakart meg a viszkető orrodat. A biztonsági zónát az Unika biztosító támogatta. Most pedig a játék. Ha végignézted a mai kalandjáratot, akkor könnyedén felelhetsz a következő kérdésre. Hogy hívják azt a kipusztult madárfajt, amely ma Mauritius szimbóluma?
A megfejtést küld el a kalandjarat@tv2.hu e-mail címre. Az első három megfejtő díjat nyer. A nyeremény Kandász Andrea Csók Kandi című útinaplója a földkerekségről. Búcsúzunk Mauritiustól, amely fekvése miatt cunamimentes, védett paradicsom. Márciusi adásunkban itthoni wellness központokban kalandozunk majd, Sopronban, Sárváron, Bükkfürdőn és Hévízen. Hova is indulj a tavaszi hosszú hétvégéken? Megtudhatod március 17-én, tarts velünk! Kalandra fel!